Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás július 30-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Erre is kivetem a kártyát. Ehhez jön egy napi hír a csokis kártyákból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai. Erre a hold adja meg a választ. A hold visszahúzódó és vár valamire, vagy valakire. Azon kívül a hold szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, a reményeket, és uralkodik az érzések fölött. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az érzései, mibe pillantunk az ő érzelmi világába, valami vidámítja őt. Vagy arra vár, hogy legyen egy meghívás, vagy ő szeretne titeket meghívni, és ez egy családi találkozás, vagy valamilyen ünnepség, és szeretné, ha ti ott lennétek. Az is előfordulhat, hogy lesz egy meghívás, vagy arra vár, mint ahogy a hold itt mutatja ezt a várakozást, hogy ti hívjátok őt meg, és reménykedik ebben, hogy itt lesz egy vidám összejövetel, egy meghívás, egy találkozás. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt az érme mutatja az anyagiakat, tehát ő beszél pénzügyi dolgokról. Azon kívül jelenti ez a kártya a föld elemét, ezek a reális dolgok. És ez a fiatal férfi mutatja, hogy itt lesznek lépések, de ő nem sieti el a dolgokat, hanem lassan mozognak az események, de ez biztos. A napi kártya mutatja, hogy neki most nyugalomra van szüksége. Az is lehet, hogy nektek is nyugalomra van szükségetek. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. Ez egy videó felvétel áll néven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!